És hogy mit vagy kit nevezünk különleges szereplőnek egy iskolai dal születése körül, mondjuk Subec Tamást, aki Demjén Ferenc zenekarában vokálozik, vagy Menyhárt János gitárost. És ide fogunk mindjárt visszatérni, de folytassuk a zene világnapjánál, amikor is a Móricz iskolások összegyűltek a tornateremben, hogy együtt és közösen énekeljenek el három dalt. Értelemszerűen elsőként a Móricz indulót, aztán egy Mozartot, és végül harmadikként az iskola 70. születésnapjára készült dalt, egy különleges dalt. Ez alkalomból Subec Tamás volt olyan kedves, hogy írt nekünk egy dalt, ami a Móricz 70 évéről szól. Azért különleges, mert a szöveget a gyerekek írták, az ő ihletésükre fésülte a szerző össze, és benne van minden, amit ő érez, amit a gyerekek éreznek, hiszen az ő gyermekei is, a szerzőnek a gyermekei is ide járnak a Móriczba. Így egy nagyon különleges darabot tudunk most előadni, és ezzel a különlegességgel indítjuk ezt a 70 éves megünneplésünket, amely ugye az egész évet végig fogja kísérni. És akkor vissza Subec Tamáshoz, aki évek óta a Demjén zenekar tagja, és örömmel vállalta a felkérést, és a gyerekek megírt sorait, gondolatait felhasználva írt dalt. A dalt pedig Menyhárt János gitározta fel. Igen, az a Menyhárt János. Hát mi együtt dolgozunk, mert én a Demjén zenekarnak az egyik tagja vagyok már 4-5 éve, már nem is tudom az idejét, hogy mikor kerültem oda, és akkor így egy kollegalitásból barátság született azért ott néhány taggal, és akkor elmondtam neki, hogy miről van szó, ő megmondta, hogy hát persze. Hát persze. És mielőtt bárki meglepődne a dal hangzását, illetően tipikus Demjén dal született, és bár elfogulta jegyezzük meg, hogy hála a jó Istennek, füldemászó, dallamos, akár sláger is lehetne belőle, még ha a Móricz 70 évéről is szól. 70 ősz és tél. Egy picit hallgassunk bele a dalba. Ehhez pedig még annyit, hogy futkos az ember hátán a hideg, ahogyan több százan együtt énekelnek. A Móriczban, a zene világnapján, egy móriczos himnusz születése pillanatában. Mindehhez pedig boldog 70. születésnapot, Móricz iskola!